Pali bácsi is legenda, mint ugye tudjuk, 1955-ös EB-t nyert csapatnak igen. alapembere volt. Sajnos már nincs köztünk, de jó ezt hallani. Igen, szóval nagyon... Viszont helyesen. Nem mehetünk el szó nélkül, jött a háború. A háborús esztendőkben még ugye a internátusban volt. De mit hozott a háború egy fiatalnak? A 44. 44-ben még nem volt, itt nem lehet érezni a háborút. Nem lehetett? 44-ben itt teljesen nyugodt állapotok voltak. Mi úgy érettségiztünk. Egyetlen, hogy mondjam, megrázó élményem volt ezzel kapcsolatban, hogy mentünk kirándulni vasárnap, emlékszem rám, hogy eltem a vasárnapi nap, Strázsára. Oda szoktunk menni, ez Esztergom környéke, hegyes vidék, nagyon jó lehetőség a kirándulásra. És a város széle felé német csapatokkal találkoztunk. Akkor szállták meg 15-én vagy 17-én igen. Magyarországot. Ez volt az első háborús élmény egyébként. Ott politizálás nem volt az intézetben, az internátusban. Úgyhogy ott mi úgy érettségiztünk le, hogy szinte az háborúról nem tudtunk semmit. A kellemetlen utána következett, ugye elég gyorsan, nem tudom, gimnáziumról ne beszéljünk már többet, ugye? Igen, hiszen 1945 egy sorsfordító időszak. Az önök életében, a világ életében, igen. Magyarország életében nem különben. Hát ugye 44-ben, annak ennyi módja, amikor én, mint érettségizett diák, beiratkoztam Nádor József egyetemre. József Nádor egyetemre Pesten, közgazdaságra. Föl is mentem Pestre, és október 15, szeptember közepén mehettem, a jelein mehettem föl, és a nagybátyáméknál voltunk, csak telefonálnak a szüleim, hogy október 15-én, hogy menjek azonnal haza. Ugye a rádió bemondta Horthy féle kilépési pucsnak a leleplezését, vagy hogy visszavonták, és átvették a hatalmat a nyilasok. Nehogy belekerüljek valami nyilas propagandába, menjek haza. Így tulajdonképpen hazamentem, és megúsztam a budapesti ostromot. Amikor hazamentem, édesapám azt mondta, hazajössz, majd folytatod az egyetemet, de addig nem lógsz itthon, akkor legalább szakma legyen a kezedbe, és beiratott a vendéglő felszolgálatlanulónak vendéglőre. Egy év után érettem én a segédvizsgát, és rá két évre a mestervizsgát. Úgyhogy egy óriási szerencsém volt, és jó apámnak előrelátása volt az, hogy én megszereztem 41-ben mestervizsgát, mert tulajdonképpen, ugye ön sajnos 40-ben meghalt. Tehát nekem kellett átvenni a édesanyámmal ügyvezettük az üzletet, és ahhoz, hogy én átvehessem a vendéglőt is, ahhoz mesterlevelet kellett szereznem, mestervizsgát kellett tennem. Az államosításig jól ment a dolga. Addig hát nagyon nehéz volt a kezdet, azt lehet, mint teljesen. Most akarok kitérni a könyvet, aki elolvasó is részesen meg tudja. Elég nehéz helyzetbe kerültünk, ott mikor bejöttek az orosz katonák, akkor a mi házunkban a pincénket foglalták el szanitész helynek, az a épületek, ott lett az első segélyhelyük, nekünk el kellett hagyni a házunkat, szomszéd épületben volt a Ferences Kolostor, ott 3 hétig voltunk a Ferences Kolostorban, és utána mehettünk haza, házunkban teljesen tönkretéve, kifosztva, nem csak az oroszok, magyarok is vittek ott. Ugye 3 hétig volt ott egy nagyon kellemetlen helyzet, az volt, hogy mikor jöttek be az oroszok, onnan lehetett tudni, mondták már, ja és nem tudom, hogy beszéljek-e, vagy de elég érdekes történet az is, hazamentem ugye október 15-én, persze beálltam segíteni oda az üzletbe. Hát eszem ágában se volt, hogy Leventinek jelentkezzek. Egyszer mentünk a barátaimmal benne a városba, és az egyik volt általános iskolai diáktársam, aki nagy nyilas lett, elég turván odajött és rám szólt, micsoda dolog, hogy én még nem jelentkeztem a Leventébe, és nem járok kiképzésre.
ugyanis a gyerekeket, a fiatalokat elvitték kiképzésre a tankok ellen, egy ilyen német kitalálás volt, hogy volt egy ilyen lövedék, be kellett társni magunkat a földbe, rőzsét húzni magunkra, és ha 5-6 méterre odajött a tank, ki kellett bújni akkor, és úgy lőni. Hát persze, ez egy életveszélyes játék volt. Gondoltam, én egyszerűen nem megyek el. Azért jelentkeztem a Leventébe, sikerült elintéznem, hogy a légoltalomhoz kerültem. Nem kellett menni kiképzésre, hanem légoltalomhoz. És így ott vészeltem át tulajdonképpen. Tehát államosítás. Mit kezd egy fiatal, tehetséges, tetrekész ember? Hát az volt, hogy... 1949 után, aki úgy nőtt fel, hogy biztonságban, egy olyan gazdasági háttérrel, amiről mindent tud, frissen végzett mesterként, és akkor ott áll, és amit épített, azt tulajdonképpen egyetlen egy aláírással elvették. Igen. Mi a teendő ilyenkor? Hát azért még egy-két dolgot, ne haragudjon, legfeljebb, ha nem lesz idő, már kivágj, hadd mondjak el. A kezdés nagyon nehéz volt. Tessék elképzelni, mindenünket elvitték. Elvitték a korábban már be kellett szolgáltatni a teherautókat, be kellett szolgáltatni a lóinkat. Elvitték, ott álltunk szinte kifosztott teljesen egy, ami rajtunk volt ruha azzal. Akkor el kellett kezdeni, ahol a szegény édesapám már nagyon beteg volt. Őt sajnos nagyon megverték. Könyvben mezzel van írva, fölösleges, majd nem akarok kitérni rá, hosszú lenne. És már beteg volt, betegé jött haza, decemberben meg is halt. Most ott álltam 19 évesen, édesanyámnak már volt egy szívinfarktus, egy agygörcse, tehát tulajdonképpen valami nagy segítség volt nekem, hát egyedül kellett nekiállnom, hogy valami üzletet beindítsam. Az első dolgom volt, hogy valahogy lovakat, járművet szerezzek, mert lassan, ugye, mikor kezdett rendeződni a helyzet egy pár nap múlva, az alkalmazottaink szépen visszajöttek. Úgyhogy csak el kellett volna kezdeni dolgozni, de ahhoz lovak kellettek, ahhoz szekerek kellettek, szóval felszerelés kellett. Első dolgom volt, hogy fölmentem Sopronba, a sörgyárba, tisztázni akartam, hogy megvagyunk, és a sörkereskedést folytatnánk tovább. Ott szerencsére engem ismertek már, akkor 44 után, érettség után többször jártam ott, édesapámmal még jó viszonyban voltak, megkaptak az engedélyt továbbra, hogy két megyébe, két járásba mi árjuk a polgári sört. És még egy szerencsém volt, mondtam, hogy nincs pillanatnyak voreszközünk, őnek jó kapcsolatuk volt az oroszokkal. És ugye a sörgyár, meg az orosz katonaság azért igyekezett jó kapcsolatban lenni. Meg a tisztekkel sikerült megbeszélni, hogy aránylag kedvező áron, rumér, mert akkor ugye, jött az infláció, nem akarok róla, lehet, hogy egy külön előadást tart, hogy mit jelent az infláció, hogy reggel megkapták a pénzed, délben már a széle vitte a szemétben, mert semmit se ért. És ilyen körülmények között lovakat természetesen pénzért nem lehet kapni, az oroszoknak vagy rum kellett, vagy liszt. Mert a lisztet meg föl tudták használni valami. Szerencsére a kapuvárnak, a kisrábán, Herceg Eszterházynak több malma volt, amit aztán vagy kiadott, vagy megvettek. Szóval a lényeg, hogy maszek kézben levő malmok elkezdtek dolgozni. Ugye ősszel, még 44 őszén el tudták vetni a gabonát, buzát, azt le tudták aratni, úgyhogy júliusban Kapuváron már volt ott 4 vízimalom. Vízimalmokkal, a tulajdonosokkal jó viszonyban voltunk, részben rokonok is voltak, úgyhogy nekem rendelkezésemre állt a liszt. Jó kapcsolatban voltam a
már beindult Szeszgyárral, Szeszüzemmel, onnan volt Trumom, úgyhogy én fölmentem Sopronba, és bizony kupeckodtam. És úgy vettem mindig lovat az oroszoktól, hazahoztam, legjobbakat kiválogattam, többieket meg Pestről ámdor jöttek vevők, egész kapcsolatot képítettem, én megvettem, nem tudták, hogy onnan, de Sopronból megvettem a határról a lovakat, onnan továbbadva, és így föl tudtam szerelni szépen az üzletet, tehát lovakkal, szekérrel beindítottuk a vendéglőt, beindítottuk a üdítő üzemet, az is szerencsénk volt, hogy a sörhöz, tárolásához jégvermek. Volt egy nagy jégvermünk, amit még télen föltöltöttünk, ott volt a jég is, tehát minden további nélkül sikerült beítélni. Na így kezdődött, és akkor lovas szekéren hordtam a bort Balatonról, 100 kilométer. Hát oda-vissza az 200 kilométer, bőven volt idő arra, hogy gyalogoljak is, meg különböző kalandokban legyen részem. Tessék elképzelni, biztosan lehet hallani, hogy még egy érdekes dolog is volt közvetlen az oroszok bevetele után. Jöttek a községházáról, és Kossuth utcában laktunk, kijelöltek 10 házat vagy 15 házat, aki a fiataloknak el kellett menni marhákat hajtani az oroszoknak hadsereg után, ugye elrekvirálták a gazdáktól a teheneket, ökröket, és hogy legyen húsutánpótlás, kellett hajtani a marháknak Ausztria felé. Nem volt mit tenni, kijelöltek bennünket, mi voltunk csak 6-an, és 50 darab marhát az oroszok felügyelete alatt, 3 vagy 4 orosz katona felügyelete alatt hajtottunk Sopron felé. Közben találkoztunk gépjósokkal. Hát aki úgy is viselkedtek. Ránk akarták mindjárt sütni azt, hogy mi tulajdonképpen katonák voltunk. Annak köszönhettük, hogy megúszó, hogy nem vittek el bennünket, hogy az oroszoknak szükségük volt ránk, mert az 50 marhával mit kezdtek volna? Négyen voltak, hát nem tudták volna terelni és hajtani, és mondták, hogy mi nem voltunk katonák, hanem igazolták, hogy a községházára jöttek ki bennünket, és diákok voltunk. Hát így ott maradhattunk, bementünk Fertőszent Miklósra, akkor még Szerdahely volt Fertőszent Miklósnak, és volt a nagy vendéglőbe be kellett hajtanunk a marhákat, csak és bezárták a kaput, elmentek a marháknak élelmény, szénáért, szarmáért. Arra nem gondoltak, hogy én ezeket a vendéglőket jól ismertem, mert oda mi vittük az italokat. Lerakodás minden héten megfordult a vendéglőbe, ebbe a vendéglőbe is, és ők bezárták, zárt kapu volt, de arra nem gondoltak, hogy tudom, hol van, kiállt a zöldséges kerten keresztül. Úgyhogy két katona elment a községházára, kettő meg vigyázott, bezárt kapunál, kapu előtt, hogy ne megszökjünk. Akkor én mondtam a társaim, hogy jöttek vagy nem, én ismerős vagyok, és én megyek. Jöttek, azok utána boldogan. Úgyhogy a zöldséges kert felé szépen kimentünk, de nem a főútra, hanem kimentünk a vasút sinek mellé, és a vasút sinek mellett mentünk haza. Hát persze az oroszok nem voltak ismerősök, nem ismerték gondolom ott hagyni a marhákat, úgyhogy más hajtókat kerítettek, és így a Malenki robotunkból, mert nem volt másolóképpen egy Malenki robot, amit azt nem ismertünk persze ezt a fogalmat, csak később Kárpátalján-ról halva tudtuk, hogy mi az a Malenki robot, így jutottuk meg, hogy megszöktünk. Kalandos úgyhogy történet. De arra, hogy ezeket elmondtam, de gondolom. Tökéletes történet. És persze kollégák, fiúkkal megbeszéltük, szót se arra szökésről, mondjuk azt, hogy elengedtek bennünket. És hát ez volt az egyik. Olyan boldogok voltak, amikor hazaértünk, a szülők meg voltak győződve, hogy nem engednek bennünket hazát. Ismert volt, hogy az oroszok ugye táborokba hajtották az emberek foglyokat, a hadifoglyokat, és honnan meghalt, vagy megszökött valaki, akkor nem csinált problémát, a civil lakosságból
fogtak helyette, és létszám megvolt. Tehát egy veszélyes dolog volt, hogy belekeresni ebbe, és ebből sikerült. Hát ez volt az. A másik, egy nagyon érdekes, ezt még hadd mondjam el, az, mi jártunk hetenként, 4 kocsival, 50 hektó bort hoztunk. Borzasztó nehéz, hogy mondjam, rizikós vállalkozás volt, mert az utunk Jánosházán a fogolytábor mellett ment el. És ott minden héten jól láttuk a fogolytábort, és ott elmenni mellett, tehát bármikor bejöttek volna bennünket. És egy alkalommal este felé jövünk a Balatonról megrakodva szekerekkel, itt megjelenik ám egy teherautó, géppisztolyos oroszokkal, és elkezd röldözni a levegőbe, sztól, megállni. Megmondták, rekvirálják a bort, elveszik, tessék átrakni. Hát ott voltunk 4, mit tudtunk csinálni, ők is voltak vagy 4. Hát hirtelen, ha valaki élt akkor és tudja, hogy mit jelentett akkor, az volt a teljes vagyonunk, a teljes forgótőké. Most már itt el akarták ezt venni. Hát nem, más nem tudtam hirtelen kigondolni. Azt mondtam, mert egyik beszélt magyarul, hogy jó, hát tessék, hát a hátsó negyedik kocsihoz menjenek oda, és a kocsi segítünk, átrakjuk a hordókat. Én itt maradok, mondom, az első kocsinál, mert lovakra vigyázni kell, nehogy meginduljanak, szithagynak bennünk. Hát ezt belátták, és én maradtam a lovaknál. 2 jó nonius lovunk volt, az úgy volt kiképezve a szekér, hogy a hordók voltak tulajdonképpen a támaszai, sráglát, biztos meg tudja, mi a srágla, az első sráglában be volt a szél, meg a lovak ettek, abból tettünk, és hát az volt az ülésünk. Mikor el voltak foglalva, ugye boldog voltak az oroszok, hogy viszik a bort, én szépen beültem a ülésbe, lovak közé csaptam, és ezek galopba elkezdtek vágratni. Ukkösségtől körülbelül 150 méterre lehettünk, az volt a szerencsém. És akkor az oroszok meglátták, hogy én el akarok vágtatni, géppisztolyjal rögtön lőni kezdtek. Az igaz, hogy én védve voltam, tudtam, hogy a folyadék engem megvéd, a hordókban levő folyadék, de nem tudnak, meglőni nem tudnak, de arra nem gondoltam, hogy a lovaknak baja törhet. Tessék, elképzelni, ott ülök, és a nyomjelző lövedékek, a lovak fülem ellenek sorba megy el. Na mondom, most aztán mire szeret a lájka meg. Igyekeztem úgy menni, hogy a út közepén menjek, és így a hordók bizonyos fokig még a lovakat is védték. És úgy mi látták, hogy hatástalan ez az egész röldözés, gyorsan beültek a kocsiba, a terkocsiba, és jöttek utánam. Hát már alkonyodott, úgyhogy világítanunk kellett. Én a bal oldalról figyeltem, hogy elérnek-e, vagy be tudok menni a községbe. Ha bemegyek a községbe, akkor gondoltam, megúsztam, azt nem merik meg ezt kérdezni, hogy ott már sok a magyar, azt nem, hogy ott elvegyék, és nem elértek. Elértek, úgyhogy körülbelül 10 méterre a jelzőtábla, a község, ukközséget jelzőtábla előtt elértek. Hát mondom, nincs mit csinálni, hogy figyeltem a fénycsóvát, hogy elérte az én szekeremnek a végét. Bekesbe voltam, bekes ugye a vágtató szekérről, belugrottam az árokba. Az volt a szerencsém, hogy ősz volt, tel volt friss zöld növényel is, meg levelekkel, nem történt bajom. Erre addig viszont az oroszok már, mire odaértek, és a lovakat elkerülték, már beértek a községbe. Nem mertek megállni. Úgyhogy a lovak vágtattak, a másik kutyánk a cigány volt. Egyik volt a Bernáthegyi, a szultán, a másik a cigány. Cigány mindig velünk volt. Azért, ha hol aludtunk, szálloda, ilyesmi nem volt. Istállóban aludtunk, a lovak kim volt, vagy a szekér az kim volt. Ott ült a cigány a szekér, és vigyázott a borra, nehogy valaki ellopja. Itt meg ez okos kutya állandóan ugrált a lovak előtt, fáradtak is már a lovak közben, úgyhogy még a falun belül, a túlsó végénél
megállították a szekeret. Én meg persze kimásztam a zárokból, és szaladtam be, ahogy bírtam, és kiabáltam, hogy segítség. A falubeliek kim voltak sokan az utcán, látták, hogy a lovak vágtatnak kocsis nélkül. Aztán, amikor megtudták, hogy segítsenek el, rohantak fiatalok, akkor szekért a szekerünk után, és még a községben vége előtt elérték. Akkor már a cigány megállította a lovakat. Megfolytották, az oroszok kb. Egy olyan kilométerre lehet látott, tehát tárolhatóan, várták, majd ha a falunk keresztül megy, akkor is elkapnak, úgyis megkapják a bort. No. Hát, ne arugjam, hogy... Jó, szóval... ezek, tehát bármennyire is nehéz időszak volt, ez nehéz idők voltak annyi szint, de csodálatos történetek születtek. Viszont akkor most térjünk vissza arra a másik nehéz időszakra, ahonnét már nem volt menekvés. Hiszen az államosítás az azt hiszem, hogy megviselt mindenkit. Hát tessék elképzelni, az úgy történt, hogy akkor már elég jó rendbe jöttünk, nem csak teherma, volt teherautóm is, lovaskocsi is voltak, és vagomba szállítottuk már a bort. Volt egy vállalat Budafokon, beépített a vagonokba egy 56 hektáros hordókat, kettőt, úgyhogy egy-egy vagonba 100 hektár bort minden tovább egyikül lehetett hozni. Szünet előtt voltunk szeptemberben, ez már 46-ban volt, mikor a forintot bevezették, mert egy óriási változás volt a forint bevezetése. Hát az ugye számítottam már rá, és ami kis tartalékunk minden volt, azt pénzért tettük, és vártuk a szünetet szeptemberben. Nem voltam az Alföldön népen bort venni, megvettem két vagon bort már, és pont a harmadikat akartam menni, a Kecskeméten, fölhívom a partneromat, és bejelentkezem, hogy mit akarok. Nem is hagyta be, ha ennél mondatot, Schwab úr, most államosítanak bennünket. Tessék elképzelni, ott van két vagon bor berakva, és a harmadiknál tudom meg, hogy megkezdődött az államosítás. Két vagon bort persze idegen névre feladtam, siettem haza, következő nap meg is jöttek az államosítók, könyveket még utolsó pillanatban átnéztük, mindent, ugye, ami a könyvben szerepelt, azt le kellett adni. Tehát készpénztől kezdve, berendezéstől, a áruig mindent elvettek. Úgyhogy nem maradt akkor semmink. Fölvettük az edzőkönyvet, és legnagyobb meglepetésemre, az államosítás vezetője, mint később megtudom, Gályóska, aki az ellenőrzés osztály vezetője volt a Vadasonyvégi Borforgalmi Vállalatnál, megkérdezte tőlem, Schwab elvtárs, nem-e volna kedve nálunk dolgozni? Hát aki abban az időben élt, és tudta, hogy mi vár az államosított családokra, az elképzelhetetlennek. Ez olyan szerencsének számított, mint hogy a ötös lottot kap. Ráadásul olyan fizetéssel, akkor 900 forintos alapfizetéssel. Hát persze boldogan elfogadtam. Úgyhogy így lárvás után mindjárt állásom lett, beszélve a központba kerültem, ellenőr lettem, és elkezdődött az első utamat, még hadd mondjam el, nagyon érdekes volt, hogy kiküldtek, ugye akkor vették át a pincéket, még mindig új volt mindenkinek, mondták, hogy nézzem végig, és ha valami problémát látok, vegyek fel a jegyzőkönyvet, szóval ellenőrzem le a tevékenységüket. Hát én annak megfelelően lelkiismeretesen el is kezdtem, végigmentem a Balatonparton, kaptam akkor egy motorkerékpárt, amivel mehettem, milyen kis elvették egyébként, de nem, hát egy szünnapot kaptam, és szombaton mentem vissza. Hétfőn nekiindultam, és szombaton mentem vissza. Mire visszaértem, hát engem elég mogorva környezet fogadott. Arra számítottam, hogy majd beívnak, egyáltalán megkérdezik, hogy hát mi a véleményem, és leadom a jelentést is. Nem közölték velem, hogy milyen problémám van. Itt már rég följelentettek, hogy viselkedik a pincéknél, itt nincs semmi változás. Kijött ide a volt kapitalista, és elkezdte a pártok pincelhetőket egretirosszatni.
Hát, mondom, hát nem jogáig dolgoztam a borsorgannál, ki fognak innen rugni. És hát másnap hétfőn mentünk vissza. Közben, amit én nem tudtam, egy óriás változás történt a vállalatnál. Felvásárlási osztályt létesítettek, átszervezték a központot bizonyos sokig. És az a pincevezető, a legnagyobb pincének voltak a vezető, a Szakács Jóska, emlékszem a nevére, Bazosi Lábli pincének volt a vezető, amit ellenőriztem, és kb. Két vagy három oldalas hiányjegyzőkönyvet tettem föl nála. Ő lett az igazgató helyettes. Na aztán, hát én számítottam hétfőn arra, hogy most biztos kirúgnak, és csend, semmi nincsen. Hát, mint később megtudtam, Szakács úr ugye vezetőség összeült, eldöntötték, hogy kirúgnak, és Szakács úr közbeszólt. Hát tudjátok, én nekem a Schwabricsi jó volna. Legye, ő lett a felvásárlási osztály vezető, vagy részleg vezetője. Jó lesz, én hadd nagyon csak itt a... Tehát az a személy, akinek fölvettem három oldalas hiányjegyzőkönyvet, mikor igazgatóhelyettes lett, visszatartott, és munkatársa lettem. Hát, hogy eldugjanak, valahogy el akartak dugni, ugye az ellenőrzési osztályról persze levettek, oda kerültem a felvásárláshoz, és kiküldtek Etyekre. Olyan messze, akkor Veszprémben dolgoztunk még, az olyan messze, hogy oda jutni, hát egy nehéz ügy.